Szervusztok, srácok, itt vagyunk 3 nappal a játék megjelenése előtt, amikor azok tudnak játszani, akik nem az alapverzióját vették meg a játéknak, vagy akik előfizettek a Ubisoft Plus-ra. Én is például most így játszom a játékkal. Ez még a Crew 2 DLC-nek indult, de hát úgy gondolták, hogy annyi kontentet tettek bele, hogy kiadják a 3. Crew játékként, Motorfest néven. Hawaii-ra került át a térkép, és eventek lesznek a pályán, mint a Forzába, úgyhogy gyakorlatilag ez a játék a Ubisoftnak a Forza Horizon-ja. Kocsik mellett hajókat és repülőket is irányíthatunk, és ha döntenétek, hogy milyen platformra vennétek meg, akkor én PC-n játszom, de elérhető az előző generációs PS-re is, meg a PS5-re is, illetve Xbox One-ra és Series-re is. Úgyhogy nézzük is meg, hogy milyen. Remélem, hogy működnek a szerverek. Ebben most hatalmas töltések vannak. Töltésben eddig jó. Nincsen magyar nyelv, de azért megmutatom. Lengyel van. Fülesben játszunk. Mehet. Mert a... Jujuj, vissza. Mert a streamer mód. A subtitle az így, hát nem tudom, jónak tűnik, így kicsibe. Szerintem mert az 50%-os subtitle-os háttér. Jó, és gombnyomás kell nekünk, nem... Mármint, hogy gombnyomba tartás kell nekünk. Nem csak nyomás, megnyomás. Wow, kontrollerre is ki tudja rakni a hangot a PC-n. Tök jó. Itt lehetne gondolom beállítani, hogy legyen HDR. Nem vagyunk színvakok sem. Rögtön az expert módot nyomta be nekem? Hát amúgy mehet az intermediét. Mit szóltak? Mehet. Gondolom úgy is lehet majd váltani. Na. Oké. Ja, lehet váltani a nehézségen. Itt van a borderless és window mód. Vacing nem kell. Ahogy frame rate lock sem, mondjuk lehet állítani, hogy 30 vagy 60 legyen a frame rate lock. Na, oké. Hát jó, akkor ilyen. És hát természetesen mindent felrakunk maxra. Motion blur az nem kell. Jó, hát akkor ez így maxos lesz remélhetőleg. Jó. Jaj, mire nyomtam? Benchmarkot indítottam el? Csak le akartam okézni a beállításokat. Aha. Na, srácok, megvan az átlag 60 FPS, úgyhogy jók leszünk. Jó. Közben valami event véget ért. És hogyha esetleg elfelejteném a nevem, akkor ott bal felülre kiírták. Mindjárt tovább megyünk, srácok. Csak nagyon tetszik ez a menü, úgyhogy gondoltam, megnézzük még párszor. Igen. Ja. Ez így jó lesz. Kár, hogy nem lehet 60 fölé menni. És akkor be van nyomva a streamer mód. Ugye? Ott van.
On. Oké. Akkor jó. 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 Jó game, Pat. Szóval akkor alapvetően szóló élmény multival vegyítve, vagy ezt most hogy kell vajon elképzelni? Azt hittem olyan nyílt világ lesz, mint a Forzánál. Welcome to Hawaii, everyone. Look alive. You're at the Motorfest. Ezeken a videókon nem éppen erősnek tűnik a játék grafikája, de hát ez csak videó, úgyhogy biztos. Hát mert ez úgy néz ki, mintha ilyen Far Cry 2-t néznék, vagy nem tudom. Na mondjuk az üvegen, az a tükröződés azért az király volt. De így a környezet, ott a szikla is nagyon fura volt. Igen, a streamer mód az így nem játssza le a jogdíjas zenéket, ahogy Nózi is mondja. Ha a streamer mód a zenéknél van, akkor ja, ez azt csinálja. Az előző crew az 2018-as, szóval. Ó! Oh. Ki tudunk választani egy presetet, hogy melyik szeretnék lenni, és akkor őt lehet tovább alakítgatni. Na, hát ő lesz, és customize. Uh-huh. Ja, ez jó lesz. Szeretem a karakterkreálókat. Ugye el lehet veszni bennük. Jó, ez jó lesz. Jó lesz. Válaszunk lányt és alakítsuk fiúvá. Á, most azt kiadjom. Mester úr, köszi szépen a támogatásodat. Elegjenek srácok a szövegek, köszi szépen a 4 hónapot. Jó. Szemünk színe, sötétkék. Barna, tessék. Jó, szőke amúgy, kék. Kék szemmel. Fontos ruhabeállítások, természetesen csak a bőrzseki. Ja, nem okéztem le. Bőrzseki. Magma nadrággal. Magma, igen, ez kell nekünk. És hát milyen csuka legyen rajtunk? Bőrcsuka? Az mondjuk nem. Ez a sárga mehet. És akkor sárga sapka is mehet. Napszemüveggel. Persze, kesztyű is kell. Animáció. Pózolás. Ajaj, ott valami kimaradt. Jó, ez az analista, ez tetszik, és akkor Victorinál igen. Tánci.
Jó, ez a Raining Mania, ezt tetszik. Júj! Most megmaradtak szerintetek a beállításaim? Édes Istenem, nem baj, most már tudjuk, hogy mit akartam. Igen, szóval fekete haj. Igen. Látjátok, srácok, csak óvatosan a visszagombbal, amin nincsen confirmation. Igen, az analista. És raining money. Ez a hold. Ilyen. So, welcome again to the Motorfest. I'm Malu, the Motorfest PR, and I'm here to get you up to speed. You are our special guests, athletes, festival goers, car lovers, all gathered here in majestic Hawaii. Köszi a vergetés, srácok. But we've got the whole island set up for you. We've created a place where you can drive anything from the iconic to the super customized. It's a Motorfest branded, lovingly crafted car culture celebration. We call these lovelies the playlists. And I'm not just reading from the Motorfest app here either. I tried them out before you arrived. Amúgy, mester úr, pont ezen agyalok, hogy most ez alatt a kicsit több mint két óra alatt arra szeretnék választ keresni, hogy miért akarok ezzel a játékkal játszani, ha van Forza. Van Rewind. Made in Japan is the way to experience Japanese car culture. It's where tarmac meets tradition. From mountain peaks to city streets, this neon journey az ilyen faltól falig versenyzés lesz. Vomito. Na, itt szúrjuk el. Jaja, most se csak autóval lehet nyomni. Right in the center of all the action, racing these Japanese drift masters, just awesome. Mylin. Ezért karbonos csajnak a hangjára gondolsz, Pingu Zsó, szerintem. Mondjuk nem. Annak egy kicsit másabb volt a hangja. A Forza Shell szimulátor egyébként. A Gran Turismo az rohadt jó, basszus. Lehet kéne nyomni néha a nitrót. To carve your own path, to explore the open expanse.
Nézd meg, itt nyomja motorral a kristály. Nézd meg, nekem jött ez volt itt a gond. Még vissza. Itt van Kathy is. Azt mondja, hogy a nitrót lehet használni a levegőbe is. Nagyon csúszunk, basszus. Off-roading is freedom. Improvisation. But the next playlist. Ja, azt hittem, hogy úgy le lehet lökni a motorral a csókánkat, mint a GTA-kban. Aptly named the motorsports playlist. This one is for the pros. Szia szarvas, igen, igen, most vágtam bele. Na itt most például nincsen nitró. Azt nézzétek, hát itt még forma egyezni lehet. Ez jobb, mint a Forza. Motorsports is built around racing to the top. The thrill of competing. But it's also about strategic choices, decision making under pressure. Ezek lögdösnek. Mi bementünk kereket cseréltetni. Ja, és ott mutatja, hogy hogy járunk a gumival fönt, de jó. Na várjál, ez itt nem jó. Tehát, hogy itt valahogy mások kéne. Ez továbbra se jó. Na hát ez meg most nagyon rossz lett. Ez még mindig nagyon rossz. Még jó, hogy van rewind. Ez a kanyar, ez nagyon nehéz. Jó, itt vagyunk, visszaértünk. Ja, azt hittem vége. Nézd meg! Jó, hát ezt vissza kellett volna tekerni, hát nem lehetünk első. Az elbétában volt szerencsém kipróbálni, gyakorlatilag egy Forza csak turbozva. Turbozva? Igen? Régi járgányok. Oda néz. Azt láttam, hogy volt Toyota, akkor ezek szerint vettek el egy csomó licenszt a Ubisofték, és amúgy. It's how these things drive, how they feel, how they steer. It was quite a challenge, in the best way possible. Hogy pattognak a kipufogók, hallottátok? When would you ever get a chance to take these venerable legends for a spin? That's the power of Vintage Garage.
taste of an age where there was no Nitro to boost you and no GPS to guide you. It feels strangely comforting. Biztos lesz majd egy éles kanyar. Úristen, 256-tal megyünk. Azt hittem nem tudjuk majd bevenni ezt a kanyart, de sikerül. Ja, hogy nincs GPS, hogy nem lehet látni, hogy hol vannak a többiek. Wow. Ez tetszik. Az autó felhozatallal nekem vannak problémáim, mert sok ikonikus autó nem került be, de egyébként igen, vett a Yubi most egy csomó licenszt ehhez. Aha. Hát a Forzának ez rohadt nagy előnye, hogy meg a Gran Turismo-nak is basszus. Ott voltam ugye egy olyan Ferrari, amit nagyon szeretek. Az F40-es, azt hiszem. Hogy a Gran Turismo-nak meg a Forzának olyan izé kocsiai vannak. Most recognizable car designs in existence at your disposal. Noobs. Ott van egy Lamborghini felállítva balra, kint. Az a durva, hogy ilyen mikro lagok vannak. Ez amúgy nem jó. Szóval így néha beakad a játék egy pár milliszekre. Mit csinálsz? Of these legends was a rare privilege. A privilege Motorfest graciously gave me. And now, it's your turn. Ezek a mikrolagok a Cross Beta-ben is jelen voltak, hát ez szomorú. A F40 gyerekkorunk legendája. Nem véletlenül szereztem be Legóba is. Like what you saw? Well, those were just the tip of the iceberg. But we've got to go step by step. Follow me. Look around you. This is what it's all about. Megnyugtatlak, F40 itt is van, és marha kezes, és jó vezetni. Ja, láttam, azért mondtam, hogy az basszus nagy kedvenc. And there's no better place to express yourself. Show off your flair. Customize your ride. It's a car culture buffet. Üdv mindenkinek közben, srácok. Your car, of course. Come on. It's time for you to pick your ride. Once you pick your car, I'll hand you over to Kara, your personal AI assistant. When in doubt, you can always rely on her to guide you. Tehát egy BMW, egy Honda, és egy ilyen lovacskás valami. Ezt választjuk, srácok. Mehet a Mustang. Az a gond, hogy a Forza nagyon magasra tette azt a bizonyos lécet, minden más autós játék már gagyinak tűnik. AI assistant
Hát a Forza meg a Gran Turismo így együtt nagyon, nagyon brutálisan. Tehát az a quality, ahogy egy Gran Turismo elindul, ott érződik, hogy ott bizony az ilyen... Hát hogy is mondjam nektek, ha imádjátok az autós játékokat, a Gran Turismo az így olyan, hogy brutális ilyen. Már csak azzal kapcsolatban, hogy miket mutatnak, mert az első 5 perc egy kis videó arról, hogy ilyen kocsi történelemről, meg minden, fú. Mit gondolsz a crewról? Vetekszik egy NFS-sel esetleg Forza szintű? Nem tudom. Gőzöm sincs. Választanunk kell egy playlistet. Van ilyen japános, Hawaii, amerikai, Muskris, 911 Legacy, tehát egy ilyen Porsche-s, és ez meg valami ilyen kísérleti kocsik. Tudom, hát menjen ez a japán, tessék. Ír, passz, elérhető. We put this playlist together to give you a taste of Japanese racing culture. Nem, azért más a Gran Turismo a Forzához képest szerintem. Ja, nem figyeltem erre kell menni. Ezt tetszett, hátrafele nitróztunk, azt láttátok? Jó, megvan a kézifék is. Ez amúgy a játék a max grafikája. Egy jó felújított... Ez mi volt? Egy jó felújított grafikájú karbon. Japanese vehicles are a modest dream. These souped up speeders pack a pile of torque. Mi az, hogy speed? Speed kapom plusz pontokat, mert speed. Ha 200 fölött menjek, mondjuk, vagy ez most mi volt? Szia, ilyen terkérdésem az lenne, hogy ez milyen verzió, hogy már játszol bele. A Ubisoft Plus-ra, hogyha előfizetsz, ami azt hiszem 15 euró havonta, akkor a játék Ultimate verziójával játszhatsz, ami meg 120 euró, azt hiszem. Ja, szóval, hogy így az, ez az. Az a Ubisoft Plus-os legnagyobb Motorfest verzió. Valami ilyesmit akartam, igen. Most valamire amúgy kapunk XP-t, de nem tudom, mi ez a zöld XP. Belerakott a játék minket itt az Open World-be, azt nem tudok egy csomó mindent. Szóval akkor a Ubisoft csinált egy Forzát a PS-eseknek? Nem, hát amúgy... Nem tudom mi akar ez lenni még egyelőre, de így első blikre ilyennek tűnik.
De nem tudom amúgy, hogy mi akar ez lenni. Ezek az átvezetők olyan, mintha így 360p-s videók lennének. Szörnyű. Ez szörnyű. Ezek amúgy jó felvételek lehetnének, így jó kis cutscene, hogyha nem 360p lenne. Egész nap fikázza a grafikát. Az a helyzet, hogyha ezzel a játékkal úgy játszottam volna, hogy játszok a Crew-kkal, aztán játszok a Forzával, majd a... Most mi történik? Majd a Gran Turismo-val, akkor így azt mondom, hogy tök jó. Csak hogy így ez valami ilyen indie kategóriába, vagy hogy is mondjam. Ez nem tud, legalábbis, hogy mondjam. Egyelőre nem látom azt, hogy miért rúgna ez a játék labdába a Forza mellett. To expect when getting there. A traditional Japanese summer vibe and lots of Kyushu cars, meaning iconic, classic and made in Japan. Úgyhogy igazából az a célom így most, ma, hogy így kipróbálom ezt a játékot, hogy milyen, és hogy mik azok a dolgok, amik így tetszettek benne, erre leszek kíváncsi. Például ez, hogy nem volt egy GPS, így a régi járgánynál, ez például tetszett. Ja, van repülő, van hajó, igen. Konzolos csoportban olvastam, aki esetleg Forzát szeretné játszani, de nincsen boxa, a PS kontrollert összepárosítva a tévében, majd Play áruházból Xbox alkalmazás Game Pass megvételével a Cloudba tudja játszani, persze Patika nettel. Ja, van ilyen lehetőség, hogy tévén tudsz Xboxos játékokkal játszani, aha. De én azt még nem tudtam kipróbálni, de van valami ilyesmi, aha. Szóval nézzétek el nekem, így a Forza után rá akarok jönni, hogy ez egy full price játék, és hogy a licenszeken kívül miért jó ez a játék? Vagy miért rossz? Show us what you can do? Try this car then. €120 borsos? Ja, de nagy csomagoknál ez ilyen nyilván. Én inkább arra vagyok ilyen, hogy a €70 az itt most annyi, hogy a licenszek, ugye? És még mi? Kiddo, game on. We're going for some proper Japanese street racing. Let's show them, guys. Gotcha. Japan utcai versenyzések. Sure, why not? Motorfest asked us to show you how it's done, but we don't do free tours here. You gotta play your part and give us a bit of a challenge. Nem tényleg van is nitro. Yeah, don't scare the kid, brother. Szóval nyugodtan mondjátok egyébként, hogyha ti már próbáltátok a játékot esetleg most, így, hogy elérhető Early Access-be, vagy bétába, hogy mi az, ami nektek tetszett a játékban. It was made back in the 90s to stand neck and neck with the likes of Ferrari and Porsche. You sound just like Shingo. Speaking about Shingo, you know that if Furuki beats us with his NSX, we won't hear the end of it, right?
I don't even want to think about giving Shingo the satisfaction. Better focus and win this thing. Még másodperc állunk. Megelőztük. Hogy oda csaptuk az oldalát. Közben már 5 másodperc az előnyünk. New sports car experimental. I wasn't asking you, Hina. Hat másodperc. Majdnem 7. Mindig 7. Na basszus, azt hittem itt vége. Szervasz, Neutron. Majdnem 10 másodperc. És itt a vége. Gesto a kuruma no atsukai o kokoroete ru rashii. Omoshiroi janai ka. Itt pont volt egy checkpoint, ahol átmentünk az ászlón. De az még szerencsére benne. Aha, van rewind. Pár körre ezelőtt nagyon nyomkodtam. Játszottam Cloud Gaming-gel, Melo-ból. Kérdezzetek, szívesen mesélek róla. Nvidia Cloud Game Pass, Cloud Boosteroidokat próbáltam. Ó! Oh. És teljesen jó mindegyik FPS játékot. Ahol számít az input delay, olyat nem játszanék, de szimulátor, kalandjáték teljesen élvezhető. Tök jó. Nekem van Xbox és PS is, Forza Crew 1-2-vel játszottam, de igazán sok órára csak a Forza tudott elkapni. Hát a Forza az olyan, hogy bármikor szívesen így nyomnám. Nálam olyan a Forza. Én azon ritka emberek közé tartozom, akinek tetszik a Forza és tetszik a Crew is, mindkettővel szívesen csapatom. Nekem az első ilyen játékom a Crew volt. Az első Crew. Ilyen autós, mármint ilyen nagyobb világú. Aztán, mert hogy a Crew az multi volt már eleve révén, hogy Crew ugye. És az első ilyen játékom Az a Crew volt, mármint nem autós játék, hanem ilyen multis autós játék, és utána jött a Forza. Szóval én a Crew 1-et azt szerettem amúgy. Ja, amúgy látom, hogy jött kérdés, hogy mi az, amit várok idén, mi az, amivel szívesen játszanék még. Hát kíváncsi vagyok amúgy, hogy milyen lesz a Cyberpunk. Ja, hogy ide tartozó legyen. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az októberben jelenő Forza Motorsport. Aztán a Cyberpunk DLC, Assassin's Creed, Lords of the Fallen, a Super Mario Bros. Wonder, Spider-Man 2, City Skylines 2, Modern Warfare 3. Ja, ezek. Ezeket. Mi a Lies of Feet? Azt szívesen kipróbálnám, aha. De nem mondom rá, hogy azt így nagyon várom. Mi a C2-t is így szívesen kipróbálnám. Nekem ott... amikor megjelent a Modern Warfare,
új modern Warfare, az egy, a 2018-as vagy 20-as, nem tudom, lehet, hogy amúgy 20-as, vagy 19-as, ebbe bajba vagyok, vagy 19 vagy 20, azt hiszem, azt így, nagyon éltem, és amikor kiadták a kövi kódot, hát akkor, úgyhogy minden progressz, amit az előzőbe szedtem, az így vázi kuka, az úgy valamit megölt bennem. És most itt a kettő, imádom a kódot, imádom a Modern Warfare-eket, de a kettővel nem nyomtam, és most, hogy a háromban már megcsinálták, hogy jön, vándorolnak át a cuccok, most egy kicsit sajnálom, de ott valami eltört. Valami ott eltört bennem. Hogy a grind, az így kuka. És oké, kuka a játékokban egy idő után a grind. Tudom én, mondjuk 3-4-5 év után, de egy év után... Nem próbáltam még ilyen komolyabb szimulátort, Battle Rabbit. Nem. Pedig láttam, hogy van ilyen asset-okorzás a Kahámbölön, gondolkodtam is rajta, hogy beszerzem, de még nem próbáltam. Nekem, ami jöttek ki új kodok, nekem mindegyik nagyon tetszett, csak tényleg a fanboykodásomat egy kicsit így tropára rakta az, hogy grind, és a kövében már amit grindoltam, meg amit megvettem, az kuka. Amúgy nekem ez, hogy minden versenyhez adnak kölcsön autót, kicsit ilyen nagyon ratyi megoldásnak tűnik, mert ha egyszer végigjátszod a playset, akkor mehetsz majd sajátta. Mert akkor mehetsz sajátta. Jaj, értem. A PD3-hoz nincs már playtest. PD3-hoz délelőtt 10-ig volt playtest, Lord Fairy. Szóval azt úgy csinálják, hogy adnak PD3 hozzáférést péntek este, hétfő 10-ig, reggel 10-ig, azt old meg. Amúgy tegnap este kipróbáltuk, szóval amúgy nekem adtam PD3. Az is így kíváncsi vagyok rá, hogy milyen, de nem modern nagyon városnak. Első autós játékom? Hát vagy az NFS 1, vagy a 2. A képkockánk egy pályáról, egy kis pályáról, még mindig érénkkel élnek a fejemben. Aztán a Need for Speed-ok mellett ott volt valami C betűs, ilyen rally játék, ahol ilyen Colin, valami Colin akármi. Ez itt nagyon nem volt jó. Colin McRae? Az. Ja. Ez itt nagyon nem jó. Jött a Dirt széria? Hát nem tudom. Az helyzet, azóta nem játszottam ezekkel a Colin McRae-kkel. De azt tudom, hogy tetszett. Ilyen sáros lett a járgány, azt hiszem. Meg amúgy voltak még autós játékok, de azoknak már nem emlékszem a neveire. Még hogyha mondanátok, akkor sem. Ja, szóval nekem az első... Basszus. Első Need for Speed-em az vagy az egy, vagy a kettő volt. Aztán Carbon. Carbon után pedig valami U betűs. Azt hiszem, az a 2009-es vagy 10-es játék.
Nem underground. Nem underground. Undercover, azaz. You got a wish to make? Ja, aztán meg... hát ez itt nagyon rossz volt. Aztán meg ugye a mostani, meg az előtti. Need for Speed. A Heat. A Heat az így szerintem tök jó. Meg ez az Unbound van most, ugye? Na hát ez az Unbound is szerintem tök jó. Hogyha valaki nem zavar az, hogy ilyen rajzfilm grafikás, vagy milyen a füst, meg a csíkok. Nekem a Most Wantedek azok kimaradtak. Meg az undergroundok is. Nem tudom, hogy akkor nálam milyen game perget. Ha volt Oblivion, akkor például az biztos, hogy perget. Ren will be happy to know that the skyline has once again shown its supremacy. Nem, az Undercover az biztos nem 2016-os. Az ilyen 2010 körül. Mármint, hogy így... 9 vagy 10, szerintem. Biztos a WoW? Nem, akkor még nem. 2000... 9 és 10 körül kezdett el peregni a WoW. Hát elsők lettünk, úgyhogy jó ez. Rewards obtained. Mi a rewards amúgy? Congratulations, driver. On to the next one. Mi a rewards, srácok? Hozzasztó az NFS játékok fizikája, nekem nem jön be, meg ha a videón nézem is zavar, de valószínűleg velem van baj. Szerintem így az újabb NFS-ek közül a Heat meg ez az Unbound, ez így tök okés lett. Hogy slalomozni kell? Ja, driftelni kell? Hát, oké. Azt még nem tanultam meg. Na én a Burnout Paradise, azt tudjátok, hogy hol nyomtam? Óbudai Osan. Kiállított konzolját, amikor mentünk bevásárolni apummal, ő bevásárolt, én megjátszottam. PS3-on? Nem, Xboxon. Xbox 3 alfanon volt szerintem. Próbáltam azokat is, de olyan, mint a siklan az úton az autó. Aha. Megvette neked az Oceant? Igen. De azóta már eladtuk. Hát valakinek az apukája a várost veszi, meg valakinek meg az Oceant apja. Hát ez így megy. Én most amúgy nem tudom, mi van, így megyek A-ból B-be, valami rewardok egyébként vannak, de így kiírja, hogy reward begyűjtve, de hogy így mi a reward amúgy? Kapom az XP-t, de mire jó az XP? Szeretném-e növelni a difficulty-t? Persze. Azt most itt látszódik, hogy mi a difficulty bónusz 14%. XP. Például XP-t kapok, meg pénzt. Régi szép idők, amikor a szülők vásároltak, mi meg vártuk a sorunkat, hogy játszassunk. Ja.
Erikszét. Ó, igen. Amúgy ez a japán versenyezés, ez jó ötlet volt. Why don't we put the whole festival euphoria on hold for a while and get a proper face off? Let me show you what Toge is all about. Nem lehet valós játékosok ellen menni, amúgy. Relax. I've seen what you can do. Daijoubu. Plus I'll give you some tips on the way. Ugyanaz, mint a Forza Drive avatárok elemész. Aha. Jó, még egy kicsit vissza. Jó, és nekem azért nincsenek itt a barátaim, mondjuk... Szóval azért nincsenek itt a barátaim, mert hogy ők még nem forzáznak. Forza? Édes Istenem, szóval, hogy crew motorsportoznak. Technique isn't easy, but when you pull it off, you feel like the greatest driver alive and the coolest. Jó. 34%. Jó, kövinél, akkor megnézem majd, miket lehet még csinálni. Kérhetne egyébként jobb külön, hogy hány másodperc van, vagy hogy mi a különbség köztem és a mögöttem levő között. Ja, hát nagyon közel van a hajató. No. There's a tunnel coming. It gets tricky at high speed. Make sure you don't lose control. Amúgy királyok ezek a zenék. Ha lesz majd valami autós játék, ami baromira bejön, de így nagyon-nagyon, akkor abban majd meg kéne tanulnom driftelni. Mert ez egy olyan dolog, ami így jól jön autós játékokban, és még nem tanultam meg. Ha az Assetto-ba tudsz driftelni, akkor mindenhol tudsz. Ja, na, lassan vége. Álljának. Hoppá. Ez nem jó. Nem jó, vissza. Okay, you got me, but just wait. Oh. Great job. So you aced all these old-fashioned street races. How about we show you what modern Japanese street racing looks like?
Az nagyon fura, hogy nem vágja az arcomba a jutalmakat a játék. Well, you could use drifting techniques in a race. Now that you're all warmed up, how about a full-on drift event? Épp az előbb mondtam, hogy basszus, még eddig folyamatosan megijedtem azoktól a járgányoktól, amik így jöttek szembe, meg így valami, és így tudod, hirtelen arrébb rántottam a kormányt. Most meg mondom, úgyis minden elmegy rajtam, hát erre nem nekem jött. Szevasz, Vagán Johnny. Ebben van valami Battle Royale is elvileg ilyen roncs derb is. Az jól hangzik. Ez, hát, hogyha szebben akarom megfogalmazni a dolgot, mint ahogy tehetsz fogják csinálni, akkor ez kérlek szépen a PS-esek forzája. És akkor amúgy ezzel nem is lőttem mellé. Na nézzük, tudunk-e playerek ellen játszani? Mutter bevel jó gémet. Welcome to Drift! Erikszétel fogunk játszani, és hát itt most így vannak ilyen magas pontszámok, meg lehet nézni a barátokat is, barátok nem játszanak. Most ez micsoda? A platformon legmagasabb pont az 212 000, ez meg 469 000. És 9979 játékos nyomta a rangdet. Jó. Ennek csak legyen vége. Remélem... 63 000 pont? Jó, hát ez nem tűnik soknak. Nem tűnik soknak, aztán lehet, hogy amúgy. Na nézzük! Kombo 1. Incredible, you did beat Hayato in that Toga duel. I knew it. There's something about you. Hayato is one of the best racers I know. Kudos! And now, welcome to my playground, the drift track. Hey, this is Mike Van. As you already know, drifting was born in Japan. That is where you'll find the biggest drifting scene and some of the best drifting spots, of course. Like, the Ebisu Circuit is one of the most famous places in the world for drifting. Designed by drifters, for drifters. Who knows? Maybe Motorfest will get you drifting there someday. Jesus. About my modded RX-7. Tougher yet still elegant. That is my RX-7 2.0 for you. Because Japanese car culture isn't only famous for its drifting history, it also brought modded cars to another level, among many other things. Mm-hmm.
Jesus. Come on, you're almost done. Push that beauty to its limit. You have my permission. Hát ez 20 000 elsőre. Jesus. Hát persze, hogy újra. Igen, majdnem meglátsz. Majdnem meglátsz. Amúgy jó a zene, tetszik. Hát, mivel ütköztünk, gondolom lejött a szorzó. Ha ez jó volt, amúgy vissza lehet pörgetni. Esek. Ja, és akkor olyankor is telik az idő? Oh. Hát akkor ezt gondolom arra jó, hogy driftbe visszapörgetem, és akkor ez jó. Ja. Kicsit túltaltam a kéziféket. As you already know, drifting was born in Japan. That is where you'll find the biggest drifting hát scene is, and some hiszem. Of the best drifting spots, of course. Like, the Ebisu Circuit is one of the most famous hát places most, in the world for lesz. Drifting. Designed by drifters, for drifters. Who knows? Maybe Motorfest will get you drifting there someday. Egy perc van hátra, volt eddig 1000 pontunk. Hát ez kicsit sok volt. I knew it. There's something about you. Hayato is one of the best racers I know. Kudos. And now welcome to my playground, the drift track. Ez jó. Nem volt elég nagy sebesség. Drifting was born in Japan. That is where you'll find the biggest drifting scene and some of the best drifting spots, of course. Like, the Ebisu Circuit is one of the most famous places in the world for drifting. Designed by drifters, for drifters. Who knows? Maybe Motorfest will get you drifting there someday. Na, valami ilyesmit kéne csinálni kell. Because Japanese car culture isn't only famous for its drifting history, it also brought modded cars to another level, among many other things. Na, hát, na. Szóval valami ilyesmit kéne csinálni. Jó. Próbálj gyorsan végigmenni a pályán, anélkül, hogy ütközni, figyelj, meg driftelni fogsz magadtól. Uh-huh. Hey, Hotshot, it's me, Hinata. Incredible, you did beat Hayato in that Toge duel. I knew it, there's something about you. Hayato is one of the best racers I know, kudos. Jaj. And now welcome to my playground, the drift track. Kéne itt hozni is. As you already know, drifting was born in Japan. That is where you'll find the biggest drifting scene and some of the best drifting spots, of course. Like, the Ebisu Circuit is one of the most famous places in the world for drifting. Designed by drifters, for drifters.
Who knows? Maybe Motorfest will get you drifting there someday. Feel about my modded RX-7? Tougher yet still elegant? That is my RX-7 2.0 for you. Because Japanese car culture isn't only famous for its drifting history, it also brought modded cars to another level, among many other things. Come on, you're almost done. Push that beauty to its limit. You have my permission. Aha, na jól van. Oké. Okay. Kipörgés gátot kikapcsoltam, nem? Nem tudom. Something about you. Hayato is one of the best racers I know. Kudos. And now, welcome to my playground, the drift track. As you already know, drifting was born in Japan. That is where you'll find the biggest drifting scene and some of the best drifting spots, of course. Like, the Ebisu Circuit is one of the most famous places in the world for drifting. Designed by drifters, for drifters. Who knows? Maybe Motorfest will get you drifting there someday. Feel about my modded RX-7? Tougher yet still elegant? That is my RX-7 2.0 for you. Because Japanese car culture isn't only famous for its drifting history, it also brought modded cars to another level, among many other things. Bassos. Pótolom a kézi féket, simán lehet. Push that beauty to its limit. You have my permission. Jó. Na nézzük. Amúgy tetszik a zene. Ha másért nem is, legalább jó a zene. A zene az jó. Hey, Hotshot, it's me, Hinata. Incredible, you did beat Hayato in that Toge duel. I knew it. There's something about you. Hayato is one of the best racers I know. Kudos. And now, welcome to my playground, the drift track. As you already know, drifting was born in Japan. That is where you'll find the biggest drifting scene and some of the best drifting spots, of course. The Ebisu Circuit is one of the most famous places in the world for drifting. Designed by drifters, for drifters. Who knows? Maybe Motorfest will get you drifting there someday. Hoppá. Feel about my modded RX-7? Tougher yet still elegant? That is my RX-7 2.0 for you. Because Japanese car culture isn't only famous for its drifting history, it also brought modded cars to another level, among many other things. Come on, you're almost done.
push that beauty to its limit. You have my permission. Ja, ja, ja. Amúgy csak annyit kéne, hogy fent tudjam tartani, hogy ne esse le a szorzó. Ja, én ne ütközzek meg, fent tudjam tartani a izért, a szorzót. Na hát, már sikerült is ütközni. Kétszer is. Hayato is one of the best racers I know. Kudos. And now, welcome to my playground, the drift track. As you already know, drifting was born in Japan. That is where you'll find the biggest drifting scene and some of the best drifting spots, of course. Like, the Ebisu Circuit is one of the most famous places in the world for drifting. Designed by drifters, for drifters. Who knows? Maybe Motorfest will get you drifting there someday. Na, valami ilyesmit kellett volna amúgy csinálni végig. How do you feel about my modded RX-7? Tougher yet still elegant? That is my RX-7 2.0 for you. Because Japanese car culture isn't only famous for its drifting history, it also brought modded cars to another level, among many other things. Come on, you're almost done. Push that beauty to its limit. You have my permission. Mi? 63 000 kellett? Basszus, azt hittem 60 000 kell. Mi? Azt mondja, hogy tough? No. Meg lesz ez, srácok, most már meg lesz. Legalább megtanuljátok Hinatának az összes beszólását. Illetve... Mi az? Beszerzitek, ez nagyon jó volt. Beszerzitek ezt a muzsikát. Togi Duel. I knew it. There's something about you. Hayato is one of the best racers I know. Kudos. Jó, hát inkább kezdjük előre. Az az ütközés, az ott nem kéne. Nagyon tetszik, hogy a végén milyen kis trükkökkel mennyi pontot lehet szerezni. Incredible, you did beat Hayato in that Toge duel. I knew it. There's something about you. Hayato is one of the best racers I know. Kudos. And now, welcome to my playground, the drift track. As you already know, drifting was born in Japan. That is where you'll find the biggest drifting scene and some of the best drifting spots, of course. Like, the Ebisu Circuit is one of the most famous places in the world for drifting. Designed by drifters, for drifters. Mert a világrekord most már. Maybe Motorfest will get you drifting there someday. Tessék. Amúgy ez milyen szép lett volna, ha nem ütközök. Tougher yet still elegant. That is my RX-7 2.0 for you. Because Japanese car culture isn't only famous for its drifting history. It also brought modded cars to another level. Milyen vicces, hogy az event előtt mondta egy kicsit, hogy amúgy
Megtanulnék szívesen driftelni. Azt tessék. Nem tanultam meg driftelni, de legalább driftes feladatot kaptunk. Hát ez gond. Remélem, mert mindenki tudja, hogy a drift Japánból származik. Megcsináljuk még egyszer? Köszi, köszi srácok. Na, kaptunk XP-t, meg valami mást is írt. Jaj. Well done. Let's move on to the following event. Drifting is a popular racing style in Japan, but drag racing also gets its fair share of gear. Köszi szépen a tippeket, tanácsokat, a kipörgésgátlóval, meg nem tudom mi újság. Ezt hol lehet megnézni? Most látom, mindenhova driftelve megyünk, így van. Drag Race. Press gear up at the perfect time. Mi lehet ez a drag verseny, vagy micsoda? Nissanos? Vagy ez micsoda? Skyline. Ja, és akkor 12-8-at kell nyomni. Jó, ez amúgy... Jó, oké. Amúgy le kell vennem a lábam a gázról? Amikor mondja, hogy tegyem a gázra, amikor zöld van. Ja, van nitro, ne szívas. Tényleg amúgy van. Hoppá. Hát ez nagyon rossz lett. Ez borzalmas lett, amúgy. Hát itt nagyon gyorsan felváltottunk. Bad. Írja is. Hát igen, ez amúgy bad lett. Tehát, hogy nitróval... Persze, hogy újra próbáljuk. Ja, hát azt gondoltam, hogy milyen jó lesz itt az elején elnyomni a nitrót. Hahahaha.
most ennél csak jobb vagy rosszabb lehet, ugye? Hát ez Coelho mondás volt amúgy. Rosszabb lett. Gondolom elég amúgy egyszerre jól szerepelni. Úristen, visszaváltottam, de miért? Na, itt most az volt a trükköm, hogy nitróval váltottam feljebb, és amúgy lejjebb váltottam, menet közben véletlen, de szerintem ez így még jobb lehetett volna. 4-es gear vége felé nyomnám el, ja, amúgy én most azt csináltam. Tehát, hogy a 4-esről felváltani 5-ösre, mert nitróval váltottam fel. Ha tartod a gázmennyiséget a startnál, szerintem akkor bukó, mert hogy akkor kell rálépni a gázra, amikor zöld lesz. Sajnos a bowlingbábokat ledöntős versenyt már nem fogom látni, sajnos meeting közben nem látszik. Kitartás ilyen. Lemaradsz itt a mókáról, meg a kacagásról. Amúgy nem tudom, Neutron szármi van akkor. Ki kellett volna próbálni. Szávasz. Üdv mindenkinek amúgy közben. Amúgy így, hogy ilyen nem csak az van, hogy nyomjam a gázt, azt menjek végig a versenyeken, feladatok vannak, hanem itt például a driftet kellett tanulni, meg volt ez a gyorsulós verseny. Még egy pillanatra elfeledkeztem arról, hogy a Forza milyen jó. És amúgy meglehetős mód fasza ez a játék. Legalábbis így eddig, amit így próbáltam, azt nem vágom, hogy hogyan lehet multizni. Tehát, hogy azért playerek ellen ezek a... Meg ez, hogy most melyik autó ghost, melyik nem. Értem, látom, hogy most ott szemből ghost autó jött, de van, amikor így menet közben lesz ghost egy autó. Például ezek itt. Ez tutoriának minősül amúgy? Mármint világos, amúgy világos az, hogy menjünk amúgy egyre félbe. Világos az, hogy a avatárok ellen tudunk majd játszani. De biztos van olyan játékmód, ahol playerek ellen is tudunk. Ja, igen, én is azon ízélek, hogy az arcomba nyomatná, hogy milyen jutalom. Mitsubishi Lancer. Szia. Hello. Garázsban megnézhetnénk, hogy mit kapunk. Oksa. Well, you got your wish. Everybody's car is on top of their game, especially your new ride, Toji's Mitsubishi Lancer Evo X. What me at pattan ta kochi? He loves his cars big and mean. Nice move. Ez a pálya már úgy érzem, hogy ezen már voltam. Hát nem is egyszer. Hát itt amúgy most elég rosszul veszük a kanyarokat. Bicsú. The Evo X, or previously known as Concept X and Prototype X, is the final form of the Lancer Evolution series. It's the most technologically advanced Evo ever. Another JDM. Hatodik lakó vagyunk. Szánalmas. Toji would say it's the best of them all.
Jó, hát ez rewindot. Tehát, hogy az előbb nem rewindoltunk, de ez most már tényleg rewindot követel. Jó, itt csak nyomunk egy kis halat. Igen, ez a flipper tax volt. Jó, ez még hozható, Na, hé, már 16. Jó, hát akkor inkább előről kezdjük. Ezután megnézzük, hogy mi van a garázsban. Kár, hogy nem copyright a zenéből, kevés van a játékban. Hát ezt is jobban kellett volna bevenni. Oké, ez jó volt így, hogy lepattantam a másikon. Itt van Kylo Ren. Ott is van. Another JDM gem. You're welcome. Toji would say it's the best of them all. Szávasz, vadafak, bizony, tuningosak a járgányok. Na ez itt, tehát hogy így elkezdtem húzni, aztán visszarántottam, ez így érezhetően. Hát ez is itt szörnyű lett. Na. Hát hogy ezt jobban ki kéne tartani. Hát ez még jobban. Hát ez nem jó. Na, valahogy így. Hát így nem is lett olyan szörnyű. Izu, what the fuck? Hát ezek amúgy tényleg nem létező évek ilyen. De én ezt csináljuk. Jó, hát azért 2 másodperc szerencsére van. Ja, ez itt a vég. Ja, nem vég, hát ez 2 kör. Itt kezdtünk. Na majd most... Sutyj! Ja, nem itt kell. Akkor itt, sutyj! Na, ez amúgy nem is volt rossz. Nem is rossz, ugye? Reverse gear. It has 2 forward gears working together to make the wheels rotate in the opposite way. Cool, huh? And that's how you save on weight. Precisely. Na, milyen jól bevettük. Wow. Még a végén a main játékom lesz a Crew Motor Fest. Ez megint az a... Host can be dangerous, Mrs. Abernathy. Hey, I got that ref. Nerds, both of you. Jó, hát itt jobban kell fékezni. Még jobban. Hú. Á, nem, ez még hamarabb kell. Jó, hát ez már mondható okének. Ez se volt jó, de jobb volt. 33 másodperc. Srácok, itt valami nem jó. Az mi volt az a 33 másodperc? Szerintem az a rewind-dal volt 33 másodperc.
Hogy most így négy lett hirtelen. Jó van, ez már úgy belefér. Nem szígyeni a fékre lépni. Többit kell nyomni. Én azt hallottam. The finish line is just a few seconds away, guys. It's now or never. Sose szabad elengedni. This was the Mitsu Lancer Evo X with a special Toji custom. And you just showed you're totally worthy of that car. Majdnem 200.000 ponton van. Na, most már így mutatja, hogy miket kapunk. Na szóval, garázs. Giftpack begyűjtve. Ez ez. Honda Civic Type R Fitted Edition. Porsche 718 Spider Content Year Pass. Jó. Chevrolet Dodge Chevrolet Hellcat Red Eye 2023, meg valami Chevelle SS, meg BMW M4. Uh-huh. Júj, ez mi? Wow. Honolulu. Na, valaki ott nyomja a repülőgéppel. Milyen menő, ahogy így a kamerát dönteni lehet. Na jól van. Szóval. Shop. Profil. Activity. Map. Garázs. Hol van garázs? Ja, hát van egy map. Tessék. Havajos. Tessék. Ott meg majd a DLC lesz. Szóval nem tudom, hogy kell a garázsba menni. Ja, ez ugyanaz. Crew management, vehicle. Ezt most hogy csináltam? Milyen durva már ez a kocsi. Every single car related thing gets its screen time to show you the right way to rethink an existing car design. Motorfest went the extra mile. Mi van még itt? Ja. Szóval van itt egy ilyen BMW. Jó kis Dodge. Hogy ez az a Chevy. Na hát ennyi van, úgy néz ki. Ja, és ezeket még lehet upgrade-elni is. Street Tier 1 és 2. Na mutasd ezt a Hondát. Mire mondtad a Donátra? A Donát lesz a garázs, azt mondod, Ben? Nem, ez valami verseny lesz szerintem. Nem tudom, oda megyünk, de ez valami versenynek tűnik. Ez a Donát Media, ez a...
ez egy olyan event, ahol ilyen teszt kocsikat lehet kipróbálni. Amúgy. Ajaj. Ezt kerestem. Lehet oda mehetünk amúgy. De ez egy ugyanolyan. Hát ad. Ja, ez is ez meg a Porsche 911 sztori. Offroad racing. Made in Japan. Japan. Az ott micsoda? Ja, nézzétek, már csak egy feladat kéne amúgy. Ó, na várjál. Made in Japan. Akkor amúgy itt van mellettünk szerintem. Ezt, és hogyha ezt megcsinál, akkor vége. Hát nézzük már meg. Akkor lehet, hogy a Made in Japan sztorit azt így be is fejezném. Shinjuku style. Na jó, hát nem tudom, hogy hol a garázs, és nem tudom, hogy hogyan lehet mást játszani ezen kívül, mint a sztori. Tehát, hogy így esetleg playerekkel. Úgyhogy ezt ki kell derítsük. Amúgy itt vannak a beállítások, nem tudom, hogy itt ezek közül melyik az, amit mondtatok, hogy... Kipörgés gátló? Én nem tudom az melyik. De itt vannak a beállítások. Na, Toyota Supra Ryujin Edition-nel fogom most játszani, ahogy látom. És ez valami 4 perces pálya. Kis telhetetlen a sztori, nem elég? Nekem oké, amúgy. Nincs tag. Csak azt hittem, hogy így jobban online a game. Az ABS a kipörgés gátló. Akkor az be volt nyomva, nem? Newbies plan hard to get. Hold on. De drift módban ki van kapcsolva a kipörgés gátló, nem? Szávasztok, srácok. The Pack, Shinjuku style. Nem tudom amúgy, hogy hány százalékon pörög a videókártyám, de így most látva az, hogy 40%, simán játszhatnám 120 FPS-sel a gémet, de sajnos lock van a 60 és 30 FPS-es FPS lock van a játékban. Hát ez elég csúnya volt. Jó, ezt inkább visszapörgetem. Ez megint rossz volt. Mert így ilyen ütközésnél nagyon lelassul a kocsi. Na nézzük. Na ez így jó volt. Lassítani a másikon. Jó, hát amúgy jobb íveket kéne tolni.
True. Didn't get bored, not even once. Yeah, okay. You kinda did a good job. There's clearly a spot for you in the group. Top 3-ba kell végezni az a feladat. Na hát ez... neki nem sok értelme volt. Ez itt szabotás volt, direkt lögdöstek. I'm kinda concerned about that car. Like you got yourself a special car for this race. What a ride. Courtesy of the Motorfest, I presume. A pumped up Toyota Supra 8. Két másodperc, két vagy három másodperc, ez hozható, gondolom. The Supra was specifically designed at the time to rival most of our cars, Skyline, NSX or RX-7. And that customization looks flawless. Hát ez nem jó. But remember, nothing beats the R34. Funny way to pronounce NSX. It's like it never happened. Nice move. Sokkal... nice move. Nice move. Még egyszer meghallgassuk, hogy nice move. Hát ez nem jó. One more time. You're a fighter. Not bad for a rookie. Jó, még párszor nekem jöttek, és akkor jó lesz. Három kör. Shinjuku style, huh? Három másodperc. You gotta admit, it feels just like Tokyo. Hát ez nem jó. Na nézzük még egyszer. Hát ezt is nem fordulunk annyit. Sokkal lassabban kéne beérkezni. Jesus! Amúgy ezt inkább újra kezdjük. Hát, hogy sokkal előrébb kéne lennünk. Mondtam a stream elején, hogy ha tudok, akkor motorfest ezek. Csak nem volt biztos a... tehát, hogy... mától lehet játszani a motorfesttel, de nem lehetett előtölteni a játékot például. Nem tudtam előtölteni a játékot így reggel. Úgyhogy azért nem motorfest volt most beírva. De így, hogy tudom nyomni, hát na ná, hogy megy. Amúgy ezt így... impressive. Tehát itt végig lögdösött. Rebellion! Newbie wants to take the lead! Hülye Mitsubishi, ugye? Ja, ez egy másodperc. Hát ez meg már kettő, ugye? Jó, hát ők is ütköztek, úgyhogy nem baj. Így nem vészes. Még lökjetek már meg. Köszi. Jó, az hozható. Ja, ez itt törik. Várjál. Ez egy nehéz játék. Jó, hát itt. Be kéne húzni a kézitéket. Jó, hát nem ennyire, nem baj. Négy másodperc.
4 másodperc, tehát ez rosszabb, mint az előző. Na majd itt. Elmutatjuk, hogy kell. Bum! Hát ez nagyon jól meg lett mutatva. Öt másodperc. Köszi. Én nem tudom, hogy mennek ők ilyen nagy sebességgel bekanyarba. Amúgy. 5 másodperc. Na majd most. Hopp. Tessék. Ennek így nem sok értelme van. Hát nem tudom. Azt mondja, akkor... Hát ez csak így beleszáguldunk a falba. Ez a verseny, ez nem tetszik. 22 másodperc ugye visszapörgetéssel. Jó, amúgy szerencsés csak 6. Hát ez sokkal jobban kell bevenni ezeket a kanyarokat. Harmadik kör. Hát elsőkben nagy valószínűsége nem leszünk, de szerencsére nem is kell. Az a gond, hogy így a harmadikak se leszünk, 8 másodperc különbséggel. Ez... nem tudom. Hát itt meg megcsúszott a kocsi. Jó, ez csak rewind-el annyi. Nem tudom. Az frusztráló, hogy... ezeket a kanyarokat nem tudom jól bevenni. Ez most nagyon távolról indult, Konix. Itt lesz majd az éles kanyar. Hát ez még jobban be kell venni. Hát így biztos, hogy nem. Tehát van a jobb is. Hát ez biztos, mi? Na, hát ez így nem. Jobb. Jó.
nem tudom, így a botok lazán végig lögdösnek, én meg semmilyen hatással nem vagyok rájuk. Legalább arra tudom használni őket, hogy rajtuk pattanjak. Tehát, hogy így lököm a kocsi hátulját, azt amúgy semmi. Nyilván nem így kell. A nitróval kompenzálunk. Shinjuku style, huh? Well, we'll see about that. You gotta admit, it feels just like Tokyo. Well, I guess they did do a pretty good job capturing the vibe of our streets. Na hát, ez alatt a... Hát ezt a kört még jó párszor meg fogjuk csinálni, érzem. Főleg, hogyha így legyorsulnak. Konkrétan, mint hogyha visszadobott volna egy kicsit a játék, olyan akadás volt. Szevasz, Royalty Mizu. How come our new buddy didn't get to drive high as MX-5? Fair point. Who knows, another time maybe. There's still so much about Japanese racing we didn't touch on. Hát itt rossz felem, ment a fiók. Nem tudom mi. It's like it never happened. Jó, hát itt... Let's just rewind that one. I'm kinda concerned about that car. Ja, hát ez nem jó. Let's try that again. Let's just sokkal jobban. Na most amúgy ez jó. Rebellion! Newbie wants to take the lead. Na basszus. Jó, hát akkor itt visszapörgetünk. Na nézzük. Nem. Did you get that driver? He said let's punch it. Mulligan. Okay, you've got me. Talent. Is me this what? Is interesting. Jó, hát itt most konkrétan bezavart az. Not bad for a rookie.
Jó, hát akkor vissza. Nem tudom. Itt valószínűleg ezt kéne jobban megfogni. De így... Nem lehetek hatással sehogy rá. Tehát, hogy hiába lököm a kocsi a hátulját, akkor itt semmi. Hát ez meg még rosszabb szenárió lett. Hát ez amúgy újra kell kezdeni. Careful, buddy. Na most jobb. Még szerencsére addig vissza tudtunk revive-olni, hogy jó lett. Szevasztok srácok. Hali. Tessék, meg lett a level 1. It's time to reap your reward. Your vehicle is ready for you to claim. Milyen eddig a game? Jó. Köszi. Hi there. Welcome back on this side of the Pacific. We've got one. Ugyan emlékszem amúgy, hogy még a az első krúknál is megvolt ez az akadozós hiba. Biztos új gépet kéne venni, vagy a 3080-t ilyen helyet egy 4090 kéne, és akkor jó lenne. Biztos nem szlalomozunk. Biztos nem szlalomozunk, és nyomjuk a szlalomozást. Majdnem meg lett a 4000 pont. Amúgy. Az irányíthatósága? Ez egy jó kérdés. Nem tudom. Nem vágom. Nekem így egy Forzához képest, vagy egy Need for Speed Unbound-hoz képest ugyanolyan. Hát nem tudom. Azt most így megmondani, hogy milyen az irányíthatóság, mert
ezzel kapcsolatban akkor tudnék jól válaszolni, hogyha nagy autós gamer lennék, vagy mi az autóversenyzős játékos, de nem vagyok az. Enjoy driving that Toyota Supra we lent you for the final event? I'm just asking. No reason. Mi a többihez képest a... Nekem olyan, mint a Forza. Meg a Need for Speed-ek. De az én szavam ne legyen mérvadó ebben. Gravitáció picit durva, hát a Forzában szerintem jobban repkednek az autók. Bár lehet, hogy ez azért van, mert hogy itt még ilyen gyenguszabb kocsikra nyomom, gondolom én. Az ott egy az ott egy Chevrolet volt. Az ott egy olyan Chevrolet volt, amit a Forzában is szerettem. Ez alatt a stream alatt elhangzó Forzák száma már nagyon magas. Adri a második, halló. Playlist cleared and ready for takeoff, driver. Challenges unlocked, custom mode unlocked és 75,000 pays unlocked. Ez kérlek szépen nem intro volt, hanem megkaptam a kocsit, mert végigcsináltam egy playlistet. Japán challenge-ek feloldva. Get your reward. Ez a Toyota Supra a kedvenc autó. Free drive. Event, PvP, na PvP, végre ez, na, jöhet. Mit kell csinálni, hol van a PvP? Bosiszku, mi? Aha, tehát a Toyota Supra-val kell csinálni a Ryujin Edition-nel itt dolgokat. Ja, és hol van a PvP? Chill. Host. A playlist is available, driver. Na jó. Hol lehet megnézni, hogy... Shop. Na. 604 járgány. Javasoltak. Ó, igen. Ez nekem javasolja, srácok. Ezt a VR1-et konkrétan. Na, Aston Martinok, Audik. Na, még Bentley is van. Bugatti is. Na. Úgy láttam, hogy itt van valahol az, amit én szeretek. Reméljük, hogy nem drága. Ez az. Ez az amúgy. Ez az egyik. 420,000? Hát... Nem lehet megforgatni? Preview.
Hello. Jó. Citroen is van. Ó. Jaj. Tessék, a DeLoreános. Vannak itt motorok is. Aha, van Citroen. Kettő Citroen is van. Jaj. Kicsit megvadoltam. Hoppá. Fordos, lehet menni járőrkocsiban, van alfa, aha. Ilyenünk van. Na tessék, még Harley Davidson is van. Mondás. Motor is van. Hummer. Indian. Wow. Azt nem is gondoltam, hogy Infinity is lesz amúgy benne. Jaguáros, Kawasaki. Na hát a königseggek sem maradnak ki. KTM, Lamborghini. Óhó, hát a Countach. Nézzem, hogy Ferrari F40 az ilyen milliárdos tétel amúgy. Mármint, hogy nem a játékban, persze. Maserati. RX8 Gold Edition. Mi? Én csak meg akarom nézni. Amúgy ez milyen rohadt jól néz, Merki? Nem? Micsoda? Micsoda? Test Drive? Ja, vannak jó járgányok. 2 percünk van, azért az a számláló elég illúzió romboló, érted, így ki akarsz próbálni egy kocsit, és így tessék 2 perc, ú, de rohadt jól néz ki. Sötétített lámpák vannak rajta, jól látom. Kár, hogy amúgy esik az eső. Brutál amúgy, ez rohadt jól néz ki.
ha van Prime-od és előfizetsz, mármint hogy ha van Prime-od és begyűjtesz játékokat, akkor mi lesz, hogyha nincs Prime-od? Nem vágom az helyzet, ezt így nem vágom. Sajna. Crew 2-es járgány. Mercedes, AMG, meg Benz. Na egy ilyen. Minivel is lehet. Ott van Mitsubishi. Ezt így később lehet megszerezni? Ez a Crew 2-es, wow. Drift Experience Bundle. Jó van. Azt is meg kéne néznünk, hogy ha fizetek, akkor mit lehet szerezni? Lehet fizetni? És úgy játékot, mint hogy kocsit szerezni? Arra mi kíváncsi vagyok. Menők ezek a McLarenek. Lucky Dragon Edition. Magani is van. Hoppá, Peugeot. Pontiákos. Ja, ez a Porsche, ez megvan nekünk. Itt a 911. Strassen version. Hát igen. Sok 911, hát igen, aki szereti a 911-et, az így az mindenféle 911-et ki tud próbálni, mert ugye külön story van rá. Ez 1,3 millióba kerül. Na jó, amúgy ezt így ki kéne próbálni. Egy test drive-ra elviszük ezt a fehéret, szürke. Adrianak az amerikai csodák és az MK4-es Supra bejövős, meg ez az F40-es Ferrari. Érthető? Igen, ez a feljövős, spoileres. Az Audinál is van ilyen. Ez mennyire epik volt a Forzában, amikor így megszerzem a kocsit és így látom, hogy feljön a spoiler. Menő. Ez menő. Rims. Ja, látom. Itt vannak a prototípusok? Ez milyen durván néz már ki. Jajajaj, ez. Ez jó. Hub 1 Burning Wheels Edition. Hát ez nem nagyon kanyarodik, de legalább világít. Vicces. Lucky van. Jó. Ram. Red Bull is van. Renault. Na ez micsoda?
Ja, hogy ez is egy koncept. 2 millió. Jézusom. Ezt a Shalint, ezt még nem hallottam. Suzuki. Toyotás. Hát... Nem sok Toyota van. Bogár Rally Edition. Na jó van, vannak bogarak azért. És végre beadott egy új zenét. Ennyi. Hát igen, amúgy... Ja. Mennyi kocsi ez? 604 kocsi. BMW-ben van 26, Bugatti-ból 17, Chevrolet-ből 49. A playlist is available, driver. Az a helyzet... Az a nagy helyzet, hogy... Hát ide nyilván még kell majd. Ó, szerintem a 600 autóból amúgy az csak 400 autó. Vagy inkább 300. Az ismétlések miatt. Nézzük meg egy ilyet. Így a végére. Ja. Ja. 250 ezerért tudunk. Mert ugye nincs hajónk. Na jó, és ha én fizetni akarok. Real money-ért. Olyat lehet csinálni? Hát gondolom, igazából a real money is, nincsenek real money is kocsik, mert hogy ugye mindent meg lehet venni. Na. Na jó, oké, van. Van mégiscsak. Day one offer. Na ez a kocsi. Piros füsttel. Ilyen kerékkel. És piros fényekkel 119, de amúgy 170 lenne. Jó. Azt mondnak... Mi? Szóval, hogy ez... 180 ezer. Az annyi jelent, hogy ez... 18 euró. 18 euró. Mhm. Uh-huh. Van 45 euró, az annyi, mint hogy 700 ezer ilyen kredit. Gondolom, crew kredit. Red Nitro 10 000. Gondolom ezek olyan cuccok, amiket... Azt a rohadt. Vortex Smoke. És ez micsoda? Tehát ablak sötétítés, ez real money? Értem. És akkor bundle. Mutass valami durva bundle-t. Szóval ez 800 000 in-game pénz, de 91 000-es real money. Aha. Olyan, hát olyan elképesztő bundle-t amúgy én még nem látok itt. Jó, mondjuk ez. Ez vicces ez a kocsi. Ja. Ez konkrétan welcome pack. Ja, még nincs ilyenek olyan hű de durva bundle-ök, én azt nézem, ezek a real man is bundle-ök. Tehát ugye ez például ez az, meg az is az, meg az is, ja, hogy az ugyanaz. Szóval, hogy így nincsenek nagyon durva csak real man is bundle-ök. Kíváncsi lettem volna, hogy
milyen elképesztően brutális dolgok vannak. Ja, hát még így a járgányfejlesztést azt így nem is néztük. Nézzük már meg. Hát ugye tudunk állítani azon, hogy ez így nekem jobban tetszik, de ez csak színezés. Persze 4000-ért adjad. Ja, és akkor Real Money-ból ki lehet pótolni az árat. Majd a fejlesztés is meg kéne nézni. Ez a Yeegold Edition. ez meg már, ebben nem tudnék dönteni. Úgyhogy inkább nem választunk semmit. Piros, nem amúgy, arany lesz. Tessék. 10 000! Oldalsó tükrök. Ja, hogy annyi, hogy... Hát ez jó. Szoknya. Tessék. Ja, igen. Hú, itt nagyon sok az opció. Ez jó lesz. Jaj. Ja, hogy a belseje milyen legyen, és most milyen? Ó, látom. Fehér. Húha. Ez a barnával szerintetek megy? Fehér. Hogy néz ki? Nézzük már meg. Ja. Ja, hogy ennyire test, ezt tudjuk szabni. Ok. Hát ez nagyon szép fehér lett belül végül is. Igen, ez nagyon szép fehér lett belül.
Na. Small, opá, tessék, under glove. Nagyon jó. Duda. Jó, persze. Nagyon jó lesz. Jó, és akkor fejlesztés. Az valszeg. Úgy csináljuk, hogy ide jövünk. Véka. Kiválasztjuk. És upgrade. Jó. Amúgy nekem tetszik. Ja, nem customize, upgrade. Most így ez, ja, hogy ezek vannak benne, 446-os a perf levelje. És akkor itt van, hogy féket tudunk benne cserélni például. Mert hogy szereztem ilyen upgrade-et, gondolom én. Gearbox. Persze, belerakjuk. Persze. Hát a legnagyobbat természetesen. Hát nem is tudom, melyik szuszpenzáció legyen. Itt ez amúgy... Mert ez. Tessék. Na. 565-ös kerék. Mit jelent ez a lateral G? Na hát most így le lettek cserélve a cuccok rajta. És akkor még mondja, hogy van 5 újdonság. Itt az exhaustnál volt. Tessék. Most megnéztük. Nagyon jól megnéztük, meg még itt is van valami. Kész. Meg akkor még a keréknél is van 3. Tessék. Ezek is jól meg lettek nézve. És akkor így most már nem írja, hogy van újdonság. Pro setting. Aha. Puhu. Jó. Nice. Aktivitás. Azt akartam megnézni, hogy milyen aktivitások vannak itt. Na ez valami live cucc. 3 playlistet kell komplítálni, hogy jaj, az a main stage. Ez nem tudom mi lesz. Weekly event. Na ott van, más playerek ellen special rewardokat kaphatok. Nagyszerű. Let's go. Igen, ez most megy. Ez van majd jövő héten. Aha, ilyen heti eventek vannak. Persze. Persze. Summit Contest. Nézzünk még egy ilyet, srácok. És akkor ennyi. Csak a PvP-t akartam megnézni, hogy milyen lehet. Ez most akkor player ellen megy? A player ellen kéne, hogy menjen, nem? Hát ez amúgy valószínűleg bot, nem? Kinek lenne az a neve, hogy Gar, ugye? Van revived? Van. Hát akkor ez...
milyen izé kék füstünk volt, azt láttátok? Hát ez... mehet vissza. Most lenyomtuk ezt a versenyt, de hogy így... És akkor hogy kellett volna PvP-t menni? Hát én ezt nem vágom. A bonyolult nekem ez a játék, sorry. Rally Raid Grand Race. Ez olyan lehet, hogy így mások ellen? Ó! Na, ez már olyannak tűnik, hogy itt playerek ellen nyomjuk. Players found. 28 kell. 28 kell, és... Hát nem tudom. Szerintem nem fog összegyűlni annyi játékos. Ez a Uplay pluszos verzió. De amúgy olvastam olyat, hogy 14-e és 17-e között, na szóval 14-e és 17-e között ki lehet próbálni a játékot. Na.
viszonylag gyorsan amúgy... Na, ja, ez PvP. Három szekcióval áll a verseny, és három különféle járgány kategória. 28 player, 3 section, 3 vehicle kategori. Jó. Ja, hát nekünk csak ez a Ford Focus van. Nem figyeltem amúgy, hogy így mi alapján lehetne választani például kocsit. De ezek itt húsvér playerek. 5 másodperc és indulunk. Na most lépnek ki az emberek? Tehát, hogy így a visszaszámlálónak már vége. Most így mire várunk? Na. Tizedik pozícióval indulunk. Az igen, valaki itt egy Audi-val nyomja. Durva, hogy itt ilyen full néma lesz. Na hát ő valószínűleg nem örül, aki alá mentünk. Ő nyomott egy rewindot? Gondolom, aki ilyen átlátszó lesz, az rewindol, nem? Nem jó. Kösz, visszaigazított az útba. Az a mázli. Micsoda imódokat nem vág ez itt, ez a Connor Sánc itt a cseten. Monkaster, ugye? Hát igen, ennek nem kellett volna neki menni. Új, hát ez itt jó pár helyezés mínusz. Új, ez bajos. Ez nagyon bajos. Srácok, ez... Mentem, mint a birka, többiek után.
Nagyon nem jó. Srácok. Nem néztem a minimapot. Hát a kavicsok begyűjtván. Az nem törik. Aj, a hülye kavicsok. Valaki motorrá nyomja. Akik itt repzivel nyomják amúgy. Kurva. Az ilyen no copyright-os zene, Astro. Sajnos csak ahogy számoltam, 5 no copyright-os zene van. Opa. Valaki már inkább visszafele ment. Beértünk?
vagy éppen nem. Valószínűleg éppen nem. Ja, éppen nem. Nem, kontrollára nyomom. Szevasz, kulevsz. Playlist cleared and ready for takeoff, driver. Jaj. Na hát, srácok, nem értünk be sajnos időbe. Pedig várt még volna ránk két versenyszám. Hogy rázza a fejét a karakter a zenére. Menő lett a kocsi, amit csináltunk. Jó volt, srácok, ez a Crew Motor Festezés. Mi az, ami tetszett a játékban? Igazából így élményben szerintem tudja azt hozni, amit egy Forza is hoz. Csak hát ott sokkal több licenszelt kocsi van, és sokkal szebb a játék. És ugyanannyiba kerül. És hogy ez miért, miben tud többet, miben jobb? Tehát annyiban, hogy újabb. Hát, hogy ugye ezt lehet PS-en nyomni. Meg mások az eventek. Tehát, hogy más eventek vannak, mint egy Forzában. Nem tudom, hogy például, hát amúgy szerintem egy gyorsulásos event is volt. Nem tudom, megmondom őszintén. Nem tudom, hogyha valakinek ajánlani kéne egy ilyen arcade jellegű multis autós játékot, akkor ami PC-n elérhető, és hát akkor nem tudom, nem tudom, miért mondanék egy ilyet. Mármint, hogy nem tudom, miért mondanám ezt a Crew Motor Festet. De kipróbálni jó volt. Ha ti esetleg többet láttok ebbe a játékba, mint én, akkor jó szórakozást hozzá. Én mindenféleképpen élveztem ezt a pár órát. Remélem, hogy ti is. Legalább kicsit belerázottam a driftelésbe. Azt tetszett. Abból a szempontból mindenféleképpen hasznos volt, meg jó volt egy kicsit kocsizni. Csak hogy ilyen becsmérlően beszéljek róla. Jó volt újra autós játékkal játszani. Meg pimpálni a Verdát. Ezt tetszett. Ezt szerettem a Forzába is. Számomra az ilyen multis játékokból a top, az így a Gran Turismo, az így nagyon ilyen quality cucc, a Forza pedig nagyon ilyen chill számomra. Ennyit erről. Próbáljátok ki. 14-e és 17-e között, ha jól tudom, ingyen lesz lehetőségetek kipróbálni a játék valami trial verzióját.